hős vagy apa, bányász voltál, föld mélyében harcoló. Nem fakíthat érdemeket semmiféle álnok szó. Most már értem, miért búcsúzott tőled minden nap anyánk. Miért kérted elváláskor, nagyon vigyázzon reánk. Megemlékezést tartotta a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nógrád megyei szervezete szeptember 5-én az SMT székházban, kapcsolódva a 66. bányásznaphoz. A Nógrád megyei krónikák szerint a megyében 1320 bányász adta életét a szemlélődőre. Mi nem tehetünk mást most, mint azoknak az emléket őrizzük, akik életüket adták, őrizzük azokat a hagyományokat, amiket elődeink megalkottak, őrizzük aznak a szakmának a szeretetét, annak a szakmának a színvonalának a továbbítását, szinte legendás közösségeit, amelyekben a bányászok dolgoztak. Fogalmazta meg Dobor István, megyei elnök. A Nógrádi Bányász Szakszervezet vezetője emlékező beszédében többek között felidézte a 90-es évek eseményeit, amikor is az utolsó nógrádi bányákat is bezárták. Önök között már nagyon sokan átélték azt, amikor egy családnak valamelyik tagját elvesztették. Hát a bányászok így jártak 1992-ben, amikor a családnak az egyik tagja, a bánya végleg eltűnt az életükből. Azóta minden próbálkozás kudarcba fullott, sajnos Nógrádban is bezárt az utolsó bánya, és csak ígéretek vannak arra, hogy esetleg újra kezdődik a bányászatnak a termelése. Ez hiú ábrán, tudjuk ahhoz, hogy ez mivel jár. Mi ebben nem bízunk. Mi abban bízunk, hogy az eddig elért eredményeket, amelyek oly sok szép emléket, élményt okoztak azoknak, akik ebben részesei voltak, meg tudjuk őrizni, tovább tudjuk vinni. Ennek szellemében helyezték el az emlékezők koszorúikat a székház bányász emlékhelyén.